a francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk továbbra is, és üdvözlünk minden kedves hallgatót, 9 óra 19 perckor. Gede Balázzsal toljuk a mai napot. És Ács Gáborral. És az iménti, illetve a hírek előtt hivatkozott üzenet Tomikától jött, aki a mozgásrovathoz kapcsolódóan reagált a szerdán elemzett a Kántor kollega fülhallgató. Igen, igen. Igen. Hogy ő egy JBL Endurance Sprintet használ, tökéletesen működik, bírja a hosszú távú futóversenyeket is, és teljesen vízálló, gyorsan rápillantottam a hírek alatt megfelelő árérték arányt vélek felfedezni, úgyhogy köszönöm szépen a tippet, pont egy ilyenre vágyom, és egyébként pont hamarosan tervezem is egy ilyennek a beszerzését, hogy teljes mértékben ki tudjam használni most már az okos órámnak az előnyeit. Önmagában az, hogy beleaplikáltam a kártyámat, és futás közben bárhol meg tudok állni, és az órámmal tudok fizetni egy kóláért, vagy bármiért, hogyha egy hosszabbat futok, és az ég egy adta világon semmit nem kell magammal vinni, ez már óriási élmény, tehát még bankkártyát se, pénzt se, semmit, ez tök jó, ha éppen úgy adódik, akkor felszállok egy buszra, mert abbra is tudok az óra érintéssel egyet venni, hogyha éppen olyan kedven van, és a következő lépés az a zeneszolgáltatás kihasználása lesz, úgyhogy ahhoz még tényleg már csak egy ilyen bluetoothos headset kell, az is működik már, ahhoz sem kell telefont cipelni. És ha megvízálló, akkor meg úszni is lehet valami. Így van, zenehallgatás, minden, zenehallgatás, bankkártya ebbe a kis órába, elképesztő, elképesztő, nagyon élvezem ezt a lépést. Ennek a lépésnek a megtételéhez nagy segítség volt ez a tip, úgyhogy köszönjük szépen Tomikának. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ácsiz in the air, a Millás reggeli utazási rovata következik. Na hát bemelegítésképpen szerintem kezdek egy kis színessel. A ciprusi posta bejelentette, hogy megszűnik a levélforgalom Ciprus és Magyarország között, mert nem tudja biztosítani, mert hogy nincs légiforgalom olyan, ami el tudná szállítani a leveleket. Szóval nem csak Magyarország érintett, hanem van egy hosszú lista, egészen pontosan 22 ország van rajta, nagy része egyébként európai, például Ukrajna, Lengyelország, Finnország, Szlovákia is rajta van, Szlovénia, tehát ilyenek, ami csak jelzi, hogy milyen brutális törlések vannak, tehát igazából alig néhány országból lehet elérni per pillanat Ciprust, mert az összes többi járatot törölték a légitársaságok. Úgyhogy nem hiszem, hogy iszonyat nagy forgalom lenne, levélforgalom lenne a két ország között, meg egyáltalán töredékére esett már ez az elektronikus lehetőségek elterjedésével, de jól mutatja azt, hogy hol tartunk most. Múlt héten mondtam, hogy a mélyponton vagyunk. Kezdjük azzal, hogy igen, most először tudok olyanról beszámolni, mármint légiforgalomban, egyáltalán járatok menetrendet illetően, hogy visszajöttek járatok, hogy új járatok kerültek be a menetrendbe, és ez elég látványos a Wizz Airnél Londonban. Persze nagyon durva volt a törlés, amit ők betettek, tehát az, hogy a szokásos napi 3-4-ről, ami így a téli időszakban már simán gurult, csak náluk, és akkor még volt ugye a Ryanairnek is mondjuk 3, a British Airwaysnek 2-3, EasyJetnek mondjuk 1-2, tehát mondjuk Londonban azért a napi 10 járat az megszokott volt, tehát ebből maradt körülbelül a Wizz Airnél heti 2, tehát egy péntek-vasárnap azon, hogy mindent kiszedtek. A British Airways egyáltalán nem jár, EasyJet egyáltalán nem jár, és a Ryanair is maradt ilyen heti 2-be, tehát a napi 10-ből maradt heti 4, a legdurvább időszakra, ez a mostani hét, meg a következő. Utána viszont már december 11-i héttől a Wizz Air elkezdett visszapakolgatni. Sőt, már a jövő hétre visszapakolt, már heti 3. Ez tudom, hogy apróság, de talán jelzi azt, hogy talán jön a fordulat. Illetve azt mindenképpen jelzi, mert itt nagyon-nagyon rugalmasan és azonnal reagálnak az utazási igények változására, a foglalásokra, hogy több foglalás jött be, mint amire számítottak, úgyhogy azonnal beraktak járatokat. Ez mondjuk érdemes hozzátenni, hogy az a kettőben maradt járat,
az lényegében használhatatlan volt mindenkinek, aki utazni akart, és nem volt korábban jegye, tehát nem a törölt járatokról pattintották át a megmaradtakra, mert így, hogy kettőbe sűrítették össze egy csomó járatnak a utasait, ezzel majdnem telerakták azokat a gépeket, és a megmaradóknak meg ilyen 30-40 ezeres jegyeket kínált a rendszer. Utána ez fölment 60-70 ezerre, mert nyilván az üzletembereknek menniük kell, és kénytelenek voltak így is megvenni, és akkor most így beraktak még egyet, úgyhogy megint csak 30 ezeres jegyárak vannak, tehát itt horrorisztikus árak vannak, ez nem azt jelenti, hogy olcsón utazunk, de hát ugye most így tudják, azt üzemeltetik, amit nyereséggel lehet, hát ezzel a módszerrel lehet nyereséggel üzemeltetni a járatokat. Mindegy, örüljünk, hogy bekerültek ilyenek. És Debrecent érintően ez egy érdekes dolog, mert a debreceni reptér teljesen bezárt, mert a semmiféle forgalom nem maradt, és miután oda is egy héttel korábban visszatér a londoni járat, ezért egy héttel korábbra előre jött a debreceni reptérnek az újranyitása, szóval december 17 helyett talán 11-ére előre jött, úgyhogy ez érdekes. Egy érdekes kérdést vetett fel egy kommentelő az okosutason. Neki korábban törölték a járatát, illetve amikor nagy ritkítás volt pont Debrecenből, akkor átpakolták. 11-én utazott volna, és áttett, igen, és 13-án utazott volna, és miután megszűntek a járatok, áttették 17-re a következőre. Mert hogy törölték azokat a járatokat. Na most, hogy visszatették a járatokat, ő attól még ott maradt 17-én. Most megint van járat pont azon a napon, amik ő is foglalt, de mégis odébb van rakva 4 nappal. Úgyhogy most ő hívogatja a légitársaságot, és még ő kéri, hogy esetleg nem lehetne visszarakni oda, ahova eredetileg lettem, vagy egyébként ahonnan elpattintottatok, mert hogy töröltettek. Majd az eredményt majd megkérdezem, és akkor beszámolunk róla minden esetre. Érdekes. Ugye ez a két légitársaság, két ultrafapados, akik ugye legjobban állnak, ugye ez tőzsdei árfolyamok is mutatja, ők baromi jól átvészelték a válságot, ők nagyon-nagyon rugalmasan kezelik. A Wizz Air egyébként sokkal gyorsabban reagál, a Ryanair néhány hét lassabban, nagyobb szervezet, de ők is nagyjából hasonlót csinálnak. Hát bízunk benne, hogy ez valaminek a kezdete, mondjuk egyre több kérdést kapunk arról, hogy a hazajövetel az hogy lehet karácsonyra, ameddig a kormány el nem dönti, hogy mi ezzel kapcsolatban a helyzet, addig igazából nem lehet semmit mondani. Tegnapi bejelentés, hogy nem tudják, még nézni kell a adatokat. Általában Európában sok helyen már tudják, és egész pontos menetrendet adtak ki Franciaországban is. Tegnap a egyik kedvenc helyen Madeira olyan részletesen szabályozzák, hogy megvan már ott is, hogy a két ünnep között hányan mehetnek ki. Egy kicsit meghosszabbítják például az éttermek nyitatartását, és egy napon szilveszterkor nem kell bezárniuk 8-kor, de még 10-kor sem, mint a két ünnep között, akkor egyig nyitva lehet lenni, tehát a szilveszterre külön eljárásrendet dolgoztak ki. Ez nálunk is meg lesz egyébként, a miniszterelnök is utalt ma reggel, hogy olvastam, hogy gyorsan velünk egy műsoridőben futó szokásos reggeli közrádióbéli megnyilatkozásai. Ezt is érintették ma reggel, de semmi konkrétum nincsen, csak annyi, hogy dolgozunk rajta, de hát majd lesz, tehát később, de nálunk is kiderül. Akik viszont jönnének haza karácsony, illetve dilemmáznak, hogy jöhetnek-e, vagy jöjjenek-e, hát nyilván óriási dilemma az egészségügyi helyzet miatt, ugyanakkor, ha valaki már egy éve nem találkozott a szeretteivel, az valószínű, hogy nagyon szeretne már jönni. Ki lehet abból indulni persze, hogy most már talán lefele fog menni a járvány, és akkor már csak néhány hónap meg a vakcina, akkor már bírjuk ki azt, de én maximálisan megértem azt, aki úgy van vele, hogy egyrészt nagyon szeretné már látni a családtagjait, nagyon régen találkoztak, másrészt leteszteltetni magát, biztonsággal utazik, senki mással nem találkozik, kikerül minden kontakt lehetőséget, és akkor biztonságban is érezheti magát teljes joggal, és jönni akar. Szóval jó lenne, hogyha ők is megtudhatnák minél hamarabb, hogy milyen feltételek lesznek érvényesek. Én korábban is azt mondtam, hogy arra tippelek, hogy valami kis enyhítés lehet, ha csak annyi, hogy két teszt helyett egy teszttel lehet kimenni, vagy nem tudom, bár minden európai ország ezen küzd. Hát nálunk ugye az nincsen, hogy egy nagyobb szigorítást vezettünk be azért, sok európai ország azzal vezetett be nagyobb szigorítást, meghatározott időszakra kimondottan 2 hétre, vagy 3 hétre, hogy akkor utána karácsonyra pont egy picit enyhíthessenek. Ez nálunk nincsen, tehát nálunk ugye maradt most a szabályozás, és nem tudjuk, hogy mi lesz.
Úgyhogy ami igazából látszik utazás tekintetében, hogy nőtt az igény a karácsonyi egyek iránt, mert az árak följebb mentek, és a kezdeti időszakot leszámítva is, már a 15-i héttől új járatokat pakolt be Londonba a Wizz Air, és a Ryanair is kevesebbet vett ki, mint korábban tervezett, úgyhogy az látszik, hogy az emberek azért valószínűleg jönnének, és hát innen nehéz eldönteni, hogy milyen szabályok legyenek, meg hogy meg kell ezeket várni. Az biztos, hogy bármilyen későn derülnek ki a szabályok, hogyha mondjuk lesz enyhítés, akik az utolsó pillanatban kapnak észre, vagy döntik el, hogy jöjjenek-e, járatok biztos, hogy lesz. Mert abban a pillanatban, hogyha jönnek új foglalások, a gépek ott állnak a földön, tehát elvileg korlátlan mennyiségben tudnak járatokat berakni. A budapesti útvonalaknak a fele azt már úgy kitörölték a menetrendből, hogy ez már biztos nem indul újra a karácsony időszakra sem, tehát kapacitás van, hogyha az igények nőnek, abban a pillanatban rá tudnak a gépeket ereszteni a menetrendre, és akkor lesznek járatok. Tehát ez biztos. És akkor még, gyorsan elmondom, mi újság a Black Friday-ban, most nem lesz a folytatása a rovatnak, mert hogy ugye madarazunk a műsor végén, úgyhogy a végén nem tudunk már visszatérni, úgyhogy ez ott fontos is, hogy... tartozásaink. Igen, úgyhogy ezt említsük meg mindenképpen, hogy Orbán Zoltánt hívjuk majd, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a madarak etetésével kapcsolatosan. Jó néhány érdekes kérdés fölmerült, viszont ma van Black Friday, és csak a két ultrát mondom, hogy mindenki próbálkozik. A Ryanair azzal próbált trükközni, hogy váratlanul tegnap délután 3-kor elindította a Black Friday akcióját, ami egyébként ravasz, de a legravaszabb az, hogy sokkal drágább benne a jegy, mint korábban volt. Tehát az én kimutatásom szerint a kettőt fizet, nem, ezt mindig sikerül fordítani. Tehát az egyet fizet... Egyet kap. Óriási akció. Igen. Az egyet fizet, kettőt kap akció, baromi jól hangzik, csak az eddigi 2600 forintos jegyek 7800-ba kerülnek ebben az akcióban. Hogyha ketten vesszük, még akkor is drágább, ha viszont valaki egyedül veszi, az eddig 2600 helyett megveheti 7600-ért. Én végignéztem jó sok útvonalat, amit figyeltem, meg amit itt nézegettem, mindegyikre brutálisan megemelték az árat, úgyhogy egy óriási trükk, egy óriási lehúzás végül is. Abból indultak ki, hogy Black Friday egyet fizet, kettőt kap, oda rohannak, hát mégis az utasoknak a 99,9%-ának fogalma nincs, hogy előző nap mennyi volt. Mert ide új emberek jönnek be, úgyhogy ennyi. Úgyhogy a Ryanair egy jó nagy kamu, de hát lehet benne jegyeket vásárolni természetesen. A Wizz Air pedig hát 40%-os akció. Semmit nem jelent, mert csak az olcsó jegyekre érvényes. Az első 2600 forintra nem érvényes eleve, mert az a fix foglalási, vagy admindíj, vagy a jegybe építve, tehát tök mindegy. Ami már azt hiszem, hogy 40 vagy 50 euró fölött van, arra eleve nem érvényes, és eleve csak március végéig érvényes. És tehát mit tudom én, a 15 eurósból így lesz 13 eurós, a 9 eurósból mondjuk 8 euró, és mondjuk talán így a 40-50-es zónánál van igazából a legnagyobb leértékelés ebbe, tehát ennyi fért bele, úgyhogy ez meg a Wizz Airnek a nagy Black Friday akciója, igazából hát ilyen is volt már, meg lesz is, tehát ez megint ugyanarról szól, mint a Ryanairnél, hogy most mindenki erre baromi odafigyel, és hát elsőre iszonyatosan jól hangzik, és akkor megveszik a jegyeket még drágábban is, mint amit eddig esetleg láttunk, úgyhogy ez látszik a Black Friday tekintetében. És akkor majd jövő héten visszatérek arra, hogy milyen feltételváltozások voltak, tehát ha most vennénk esetleg jegyeket, mert olcsóak, de nem akarunk utazni, akkor voltak kisebb változtatások a kondíciókban, hogy a légitársaságok ehhez hogy állnak, hogy tudunk elállni a utazástól, hogyha terveznénk, például bízunk abban, hogy már márciusban jobb lesz a helyzet, vagy bízunk abban, hogy már áprilisra lesz vakcina, aztán végül mégsem lesz, hogy akkor mit tehetünk, érdemes egyet venni, de erre fogunk akkor majd visszatérni a jövő héten, sok egyéb mellett. Ácsiz in the air, a millás reggeli repülési és utazási rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.